Vasvári Páról, a 170 éve elhunyt magyar forradalmáról emlékezett meg a Pesszent Imrei református templom kertjében felállított kopjafánál a kerület. A megemlékezésre szülőfalujából, Szabolcsból és erdélyi testvérvárosunkból, a kalotaszegi körösfőről is érkeztek vendégek, valamint az ünnepségen a Honvédelmi Minisztérium küldöttsége is részt vett. Vasvári Pál kopjafája lassan 10 éves a kerületben, aminek felállításában Ugi Attila polgármester is szerepet vállalt. Amikor a Vasvári Fesztiválon járunk, nem csak a történelemből kapunk kóstolót, hanem abból a közösségi életből is, ami ennek a családbarát kerületnek a sajátja. Tisztelete a hagyománynak és öröme az együttlétnek. Az élő hagyomány befogadása ez, amikor a múlt fénye a jelenben világít, és a jövő felé mutatja az utat. Nem kérdés, hogy a megmaradásunk csak így épülhet biztos alapokra. Ez a fesztivál ennek a műveletnek az ünnepe. Történelmünk tisztelete, megértése és átadása olyan üzemanyaga a mai generációnak, amely az építő, a családokat, a városokat, a kerületeket gyarapító munkához elengedhetetlenül szükséges. Vasvári Pál 22 évesen hősi halált halt, amikor 40 ezer felfegyverzett román törte Erdélybe a 48-as szabadságharc miatt üresen maradt székely falvakra, és Vasvári Pál a pár ezer fő seregével megpróbálta a lehetetlent, a havasok túloldalára kergetni a fosztogató gyilkosokat. Emlékezett vissza Péntek László történész, a körösfői testvérvárosunk Vasvári Egyesületének elnöke. Budapest emlékezik, hiszen itt volt egyetemista, itt lett történelem tanár, itt lett forradalmár és szabadságharcos. Nyírvasvári emlékezik azért, mert ott élt a család, sokáig ott élt a család. Ők is fognak minden évben emlékezni. És ekkor jut nekem mindig az a szomorú feladat, hogy én emlékezzek és emlékeztessek mindenkit, hogy bizony ott Kaloteszeg legdélibb Csükcsében, a gyavlói havasokban esett el Vasvári Pál, ez a fiatal történész, és a történészek véleménye szerint a magyar forradalom és szabadságharc legműveltebb népvezére. Az ünnepség koszorúzással ért véget. A vasvári kopjafánál többek között koszorút helyezett el Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, Ugi Attila, Pesszent Lőrinc Pesszent Imre polgármestere, valamint erdélyi testvérvárosunk körösfő küldöttsége.